Honszövetség közgyűlése, tisztelet a hősöknek, az év rendőre díj, tüdőszűrés lesz Karcagon. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. június 6-án 18 óra 5 perckor. A karcagi lovagi udvarban tartotta közgyűlését a Kunszövetség. A megjelent tagokat, meghívott vendégeket, a kis- és nagykun kapitányokat, a nagykun települések polgármestereit, a Somogyi Kunok Egyesületének, a Karcagi Talpas Íjász Egyesület, valamint a Kunszentmiklósi Ilonocsok Szabad csapat tagjait Evkovács Sándor országgyűlési képviselő, a Kunszövetség elnöke köszöntötte. A napi rendek előtt egy perces néma felállással emlékeztek meg a közelmúltban elhunyt dr. Hegedűs Pál mezőberényi, Szendrei Zoltán karcagi, Márki Kálmán turkevei és Molnár Ferenc karcagi egyesületi tagokról. A Kunszövetség 2021-ben végzett munkájáról Evkovács Sándor számolt be. Először a hivatalos dolgokat kell megtárgyalni, hiszen a tavalyi év pénzügyi beszámolók, az idei év pénzügyi tervei, programokról voltak beszámolók, hiszen van egy szabályzata a Kunszövetségnek, mint minden egyesületnek, ezeknek mindenképpen meg kell felelni, ami izgalmas és a nagyon jó rész. Nagyon komoly programokat szerveznek a Kunszövetség tagjai, a Kunszövetség maga is, és hát a Dunántúltól kezdve a Kunszövetség tagjai a délvidékig képviseltetve vannak, hiszen három település innen a Nagykunságról lett telepítve a délvidékre. Innen is jött tagunk, beszámoltak rendezvényekről, hiszen nagyon sok hagyományőrző rendezvényt, kulturális rendezvényt támogat a Kunszövetség, és hát ezek folytatódnak ebben az évben is és a jövő évben is. Úgy jó egy kulturális szervezetnek a munkája, egy hagyományőrző, egy érdekvédelmi szervezetnek a munkája, a rendezvényeket tud szervezni. A tagok, a szimpatizánsok, az érdeklődők meg tudják nézni azt, hogy mit is csinál egy ilyen egyesület. És így élő a hagyomány, így élő a kun hagyomány, hogyha rendezvényeket szervezünk. Tehát a Kiskunságban, Nagykunságban, délvidéken, de még Dunántúlon is vannak olyan rendezvények, amelyet a Kunszövetség szervez, vagy a Kunszövetség támogat. Az elnöki beszámoló után a 2021. évi gazdálkodásról Kun Csaba felügyelő bizottsági elnök adott tájékoztatást. Az ülés végén a díjak átadására került sor. Egy olyan tagunk kapta ezt a Sudár István emlékdíjat, aki íjász világbajnok, egyébként kunszentmiklósi fogorvos hölgy, és most is Törökországban van az íjász világbajnokságon, képviseli Magyarországot, a magyar hagyományokat, és természetesen a magyarországi kunokat is, úgyhogy majd, amikor hazaérkezik a világbajnokságról, akkor fizikailag akkor adjuk át a Kunszövetség díját, de még amit meg kell említeni, hogy a Kunszövetség tagjai között nagyon sok tudományos kutató is van. Rengeteg kiadvány, rengeteg tudományos munka, rengeteg konferencia és rengeteg könyv kerül kiadásra minden évben. Erről a területről, a Nagy- és a Kiskunság hagyományairól, életéről és a hagyományőrzésről. Azt gondolom, hogy ez a tudományos munka is folytatódni fog, és az itteni szakemberek beszámoltak az eddig elvégzett munkáról. Kóris Józseffel beszélgetünk, akit hozzászólt a közgyűlésen, hiszen érdekes helyről és számunkra kedves helyről érkezett. Honnan is? Bács-Feketehegy, délvidék. Ugye 1785-ben a Remciódélet letelepettek a felmenőjeink. Délvidéken három kun település van, Bács-Feketehegy, Pacsír és Kossuthfalvon. Én képviselem a Bács-Feketehegyeket, eddig első Kunszövetség, és tag is vagyok a Magyarországi Kunszövetségnek is. Hála Istennek eljutottunk idáig. Egyedüliek vagyunk a délvidéken, akik őshonos állatokkal foglalkoznak. Őshonos állatunk, farmaink van, biotermékekkel foglalkozunk, feldolgozzuk őket. Ebben keretében falusi turizmussal foglalkozunk meg. Több ágazatja van a falusi turizmusnak, hagyományos kun disznóvágás van télen. Nyári szezonban birka, paprikás, ugye mi paprikásnak mondjuk, nem pörköltnek, paprikás főző versenyt tartunk.
szintén birkávú, vagy rackávú, most kiművem. Igen, így, hogy... És itt említette, hogy a kunhagyományokat, tehát ott is vannak lovas játékok, íjászkodás, ezt is átadják a fiataloknak? Igen, próbáljuk tanítani a gyerekeinket úgy, hogy óvodástól középiskolásig jönnek, ilyen állatsimogatástól kezdve állatismeret, közben vannak ugye a hagyományos íjászat, kürtfújás, ostorpattogtatás, ami benne beletartozik, amivel az őseink foglalkoztak. Viselet felpróbálás, viselet megismerése, ugye mivel ez, hogy mi kunok vagyunk és kevesen vagyunk a délvidéken, ezt a mi gyerekeinknek kiskorukba kell a fülükbe ültetni a bogarat, hogy ez soha nem fogja elfelejteni, amit most meglát vagy meghal. Valamikor az életben találkozik vele, akkor mondja, hogy na ezt valamikor a gyerekkoromban láttam vagy hallottam, most kezdenek majd érdeklődnek utánuk. Honnan jöttek, miért jöttek, hogy kerültünk ide. Hát így, hogy nekem van egy mondásom, de hát, hogy fogjunk össze, még össze nem fognak bennünket. Ugye ezt a maroknyi kunta délvidéken, hát próbáljunk összetartani. Az első és a második világháborús emlékműnél, valamint a szívós temetőnél található emlékműnél helyezték el az emlékezés koszorúit Szepesi Tibor polgármester, F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, Gyurcsák János alpolgármester, Sári Kovács Szilvia alpolgármesterasszony, Rózsa Sándor jegyző úr és dr. Pintér Zoltán Árpád önkormányzati képviselő úr. Milyen alkalomból történt koszorúzás és hány helyszínen? Május utolsó vasárnapja, most már évtizedek óta a Magyar Hősök napja, amikor azokat a honvédeket, civileket ünnepeljük, akik Magyarországért, hazánkért hősi halált haltak. Természetes, hogy Karcagváros önkormányzata is megemlékezik erről a jeles évfordulóról, illetve azokról a hősökről, akik Magyarországért és benne szűkebb környezetünkért, Karcagért, a nagykunságért áldozták életüket. Az első világháborús, a második világháborús emlékműnél és itt a Levente emlékműnél is tiszteletünket tettük, fejünket hajtottunk az elesett áldozatokért. Kik helyezték el a koszorúkat az említett helyszíneken? Karcagváros önkormányzatának tisztségviselői, alpolgármester úr, alpolgármester asszony, a hivatal részéről, jegyző úr, a képviselőtestület részéről, Pintér Zoltán Árpád képviselő úr, és természetesen F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő úr is jelen volt a megemlékezésen. Miért tartja fontosnak, hogy megemlékezünk a hősökről? Mindenképpen emlékezni kell, hiszen ezek a hősök a mi nagyszüleink, dédszüleink, és ők az életüket áldozták ezért a hazáért. És nem szabad őket elfelejteni, mert az a hősiesség, az az önfeláldozás, amivel ők harcoltak ezért az országért, ezért a hazáért, mindenképpen megérdemeli, hogy a hősök között tartsuk őket számon, és emléküket soha ne felejtsük el. Amikor megkapta az értesítést az évrendőre díjról Pintér Sándor belügyminisztertől, nagyon meglepődött. Nem is akarta elhinni Bakóné Tóth Éva rendőrőrnagy, aki a rendőrség állományában 1994-ben szerelt fel, 10 éve a közlekedés biztonsági területen dolgozik. A baleset megelőzési oktatás a gyermekek részére az óvodában és iskolákban is egyfajta tanító munka, mondta a díjazott televíziónknak, aki számára a gyerekek szeretete, az, hogy elfogadják tanácsait, sok erőt ad a munkájához épp úgy, mint a támogató családja szeretete. Először nagyon meglepődtem, nem is akartam elhívni, hogy milyen hírrel hívtak fel. Utána öröm volt számomra, hogy ilyen megtiszteltetés ért engem, hogy így elismerik a munkámat. Hány év munka van ebben? Hát a rendőrségre 1994-ben szereltem fel, effektíve közlekedési osztályon, közlekedési szakterületen 2012 óta dolgozom. Mi volt az a családindítatás, vagy mi volt az, ami alapján a rendőrségi pályát választotta? Tanárnak készültem, azon nem sikerült a felvételvizsgám az egyetemre, utána találkoztam a rendőri pályára, amely megtetszett, és itt maradtam. Végülis ez egy tanító jellegű munka is, ha úgy nézzük, hogy a baleset megelőzési oktatás a gyermekek részére a óvodákban és iskolákban. Egyébként az elmúlt évtizedekben a szakmájában mi volt az a legnagyobb erő, ami itt tartotta, hiszen nagyon sokan hagyták el a pályát? Igen, hát ez egy hivatás, ezt szeretni kell, ezt a munkát, ezt szívből, lélekből kell csinálni,
Ugye a gyerekekkel foglalkozok legtöbbet, és az ő szeretetük, az elismerésük, ahogy néznek rám és beszélnek velem, az sok erőt ad ehhez a munkához. És akkor mondta, hogy ez hivatásának tekinti ezt a pályát. A nehézségeket hogy lehet feldolgozni, hiszen azért a közlekedés rendészeten sok olyan esettel találkozik, ami megviseli az embert. Igen, ez elég nehéz ezeket feldolgozni. Próbálunk nem beleélni magunkat, bár ez nagyon ritkán megy, főleg, hogyha gyermekkel történik egy közlekedési baleset, de nagyon sok erőt ad az otthon a család, kitartanak mellettem. Elég jó elviselik ezt, hogy én elég sokszor otthon is azon gondolkozok, hogy mit lehetne még tenni az, hogy biztonságosan tudjunk közlekedni. És hát azt gondolom, hogy van egy olyan hobbija, ami a kikapcsolódást is biztosítja ehhez. Így van, az egy felüdülés számomra, hogy otthon tudok sütkérezni, és ez kikapcsol tényleg, csak arra tudok koncentrálni. A Tüdőgondozó Intézet tüdőszűrő vizsgálatot tart Karcagon június 10-től augusztus 8-áig. A Jász-Nagykun Szolnok megyei Hetényi Géza Kórház rendelőintézet, tüdőgondozó intézete a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló rendelet alapján ajánlott tüdőszűrő vizsgálatot tart a Jász-Nagykun Szolnok megye területén huzamos jelleggel tartózkodó lakosság számára. A tüdőszűrést 2022. június 10-től 2022. augusztus 8-áig végzi városunk lakosainak szűrővizsgálatát az alábbiak szerint. A vizsgálat helye Karcag, Kossuth tér 11-13. Szűrés naponta hétfőn 11.30-tól 16 óráig, kedden 8.30-tól 13 óráig, szerdán 11.30-tól 16 óráig, csütörtökön 8.30-tól 13 óráig, pénteken 8.30-tól 13 óráig. A szűrővizsgálat alól mentesülnek azok a személyek, akik egy éven belül ilyen vizsgálaton igazoltan részt vettek, illetőleg a tüdőgondozó intézetekben gyógykezelés alatt állnak. Kérik, hogy az egészségük megóvása érdekében vegyenek részt a szűrésen. A tüdőszűrés a TBC-n kívül számos más betegség felderítésére, szülésére is szolgál. 40 éves kor felettieknek ajánlott. Továbbá kérik, hogy a szűrésre kötelezett a személyi igazolványával és betegkártyájával szíveskedjen a vizsgálaton részt venni. A jelenleg érvényben lévő közegészségügyi helyzetre tekintettel kérik, hogy a várakozás alkalmával a kötelező másfél méteres távolságot betartani szíveskedjenek, valamint a helyiség belépéskor az arcmaszk használata kötelező. 40 éven aluli lakosok a munkakör ellátásához vagy tanulmányaik folytatásához szükséges tüdőszűrésre az alábbiak szerint történik. 18 éves kor alatti személyi igazolványával, betegkártyájával, orvosi beutalóval, szülői kísérettel szíveskedjen megjelenni. 14-től 40 éves korig a szűrésért a jogszabályok szerint fizetni kell, valamint orvosi beutaló szükséges a postai csekket, a szűrés helyén lehet kérni. A tavalyi nem megfelelő. A befizetett összegről számla kiállítása lehetséges. Válaszboríték ellenében a szűrés eredményéről levélben értesítés küld a kórház. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!